Kölcsei Lions Club, a Hallatlan Alapítvány és a Tropikárium közös szervezésében jótékonysági gyermeknapot tartottak siket és nagyot halló gyermekek és családjaik számára az óceánáriumban. A klubunk életében remélem egyrészt nem az utolsó, nem is az első, hanem egy folyamatában szoktunk és rendezünk ehhez hasonló rendezvényeket, hiszen az országos szervezethez hasonlóan mi is, klubunk is nagyon fontosnak tekinti azt a szempontot, hogy ahol lehet anyagi, fizikai és lelki segítséget nyújtsunk az arra rászoruló gyerekeknek, felnőtteknek, szervezetnek is az alapvető szlogenje, mint tudjuk, hogy segítsünk, szolgálunk. A Budapest Kölcsei Lions Clubtól kerestek meg, és kimondottan kapóra jött nekünk, hiszen a Hallatlan Alapítvány szervezésében kimondottan gyerekekre fókuszálva szerettünk volna egy teret találni, ahol gyereknapi programot valósíthatunk meg. Így került a fókuszba a Tropikárium, ahol is 4 jelnyelvi tolmács segítségével a tárlatvezetés akadálymentessé vált az egészen kicsi gyerektől a hozzátartozó felnőttekig, testvérekig, mindenki számára. Hiszen az elhangzottakat, amiket a tárlatvezető elmond ezekről a különleges állatokról, élővilágról, a számukra nem befogadható, hiszen nem hallják. És pont ebből a célból jelentek meg a jelnyelvi tolmácsok, akik mindezt akadálymentessé tették a számukra. Hasonló rendezvényeket már csináltunk korábban is a Tropikáriumban. Azok is ilyen jótékonysági alapon működtek, hogy meghívtunk például vakokat egyik alkalommal, és azoknak mutattuk be, szó szerint mutattuk be az állatvilágot. Ott az a különbség a mai nappal, hogy nekik az érzék, tehát a megtapintás is, és annak a magyarázata, ami volt a magyarázat az állatra, hogy mi az, ami tulajdonképpen kezükben van. Hát a mai nap az egy kicsivel könnyebb a vezetőinknek, ugyebár mert itt van tolmács, és a tolmács átfordítja az állatoknak a feltételeit, amit mi megalakítottunk itt. És amiért ez létrejött tulajdonképpen az, hogy nem olyan nagyon régen, ami köszönette vagyok, hogy belettem választva a Lions-nak a klubjában, ami kimondottan azon alapszik, hogy hátrányos embereknek a segítségével foglalkozzon, és azoknak megteremtő olyan lehetőséget, ami az ő hétköznapjukban nem mindig valósul meg. Az alapítványunk weboldalán keresztül többször hirdetés jelent meg erről egy híradó formájában, ahol bemutattuk a Tropikáriumból néhány vágóképet, pillanatot, illetve szintén jeltolmács értesítette, tájékoztatta a hallássérülteket arról, hogy milyen rendezvényt szeretnénk számukra tartani. Mert azért is különösen fontos, hiszen én jó magam már 5. éve látogatom a Siketek Világnapját, és hogy valahogy kimaradnak mindig a gyerekek, és különösen fontosnak tartom, hogy a következő generáció számára már egy sokkal befogadóbb, élhetőbb világot alakítsunk ki a jelnyelv elismerése és a jelnyelv használatával kapcsolatban. Összességében a hallássérültek száma 200-300 000-re tehető Magyarországon. Nagyon sűrűn fordul elő az a sztereotípia embereknél, hogy mivel hogy nem a hangzó beszédre épül a kommunikációjuk, ezért összekapcsolják mentális problémákkal is, holott erről szó nincs, csak egész egyszerűen nem a verbális, hanem a nonverbális kommunikáció a számukra legtermészetesebb. A Hallatlan Alapítvány 5 éve foglalkozik a jelnyelv oktatásával, oktatási anyagok előkészítésével, tömegtájékoztatással, közösségteremtéssel, különleges szolgáltatások nyújtásával. 5 év távlatában azt mondhatom, hogy több százan vettek már részt, közel 500 000 közvetlen jelnyelvi képzésben a tanfolyamainkon. Ez jelenleg is 3, illetve most már lassan egy 4. alapfokú tanfolyami csoporttal indul ebben a szemeszterben. A honlap látogatottságáról azt lehet elmondani, hogy naponta 20 000 oldal megtekintés van, vagy 20 és 25 000 oldal megtekintés között. A regisztrált látogatóink száma, amit ez év januárjától van lehetőség regisztrálni a honlapunkra, 1800 fölött jár, és szintén dinamikusan emelkedik. Ami díjakat illeti, az 2006-ban nyertük el az európai nyelvi díjat, ez a ritkán oktatott nyelvek elismerése nemzetközi szinten. A rendezvények lebonyolításával nagyon sok segítséget adnak olyan tagjaink, akinek megvan a saját, úgymond hinterlandjuk, tehát tudnak nekünk akár helyszínt, műsorszámot, zenei betételt, vagy épp egy koncertet adni.
Ezért lényegesen könnyebb megszerveznünk, igaz a szervező munkadandája ránk hárul, de mégis mindig sikerül olyan negyed évente összehoznunk legalább egy nagyobb, és havi szinten kisebb-kisebb rendezvényeket. Örömömre szolgált, hogy 2 éve tagja lettek ennek a szerződésnek. Ez azért öröm, mert nem csak egy jó társaságot kaptam ezzel, hanem egy olyan lehetőséget, ami a jótékonykodásban tud megnyilvánulni. Úgy gondolom, hogy a vállalkozásomból származó egy nagyon pici jövedelmi részt át tudom invertálni egy jótékonysági célra. Én azt láttam, hogy mindenki jól érezte magát. Öröm volt látni a sok mosolygos arcot, és öröm volt az, hogy együtt tudtunk tölteni egy ilyen nagyon kellemes délutánt. Azt hiszem, hogy egy csodálatos gyereknapi ajándék volt ez számukra, még ha nem is kimondottan a hivatalos gyereknapra esett. Amit láttam, így elkaptam képekből, hát nagy tágra nyílt pupillákkal szemlélték ezt a különleges élővilágot. Szerintem egy óriási élmény, nagyon valószínűleg tartom, hogy a következő hetekben, hónapokban ez téma lesz, mind a barátaik körében, mind a családban.